Vége, Starik Barlettivel. De hogyan? Oda meg is megadod? Hát igen. És most mindenki meg akar baszni engem. Expect would come of such treachery. I blame myself, not for treason, but hubris. I was preparing an ambush. Preparing to strike the Byzantine Templars where they felt safest. What proof do you have of this? See, here. This will lead you to the Byzantines in Cappadocia. Destroy them if you can. Pusztízselőket, well, tudod. Forgive me. Protect my homeland, assassin. Allah Ashkina. Redeem the honor we have lost in this fight. Meghalok. Oh. I am getting tired of this uniform. Várjál, fejszícske! Első bevetések. Anyád? Persze, pisztolya. Hogyne. Totál fair. Geci, itt bajok vannak, meghalok. Puti van, szerintem. Futás! Úristen, jön az egész falu utánom. Én egy asszacínó vagyok, úgyse ész utol. De utolér. Undorító, amúgy utolérnek. Kurva anyát, szentelen fasz. Ja, jó, itt van egész izé. Hadsereg újra. Hogyan bújjak el? Lehet ott között volna maradnom. Aha, halló! Ez így nem jó. Lehet, hogy ha kútban maradok, bazon, akkor izé nem vesznek észre. Mindenhol is katona van. Hát, próba cseresse. Úgy néz ki, hogy elfelejtettek. És most el kéne hagynunk a területet, mi? Jó van, akkor mindjárt. Fölfogadok ilyen kurvákat, geci. Vagyis ezek romák. Ne, ne félj. Hogy a bék fasza? Jó, az meg beleklippelődött az izébe. Piacába, standjába. Semmi baj, csak 100 millióan futnak utána, hogy ne. Hagyjál be! Kurva. De legalább már nem vagyok benne a zónába. Légy névtelen. Hát én megpróbálok, tesa.
Gyerünk fölfelé, 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 bazd meg. Hol van már egy izé, amivel elbújhatok? Ah, megvan. Geci, de szar nagyon szar küldetések vannak így egymás után. Egy is se tetszik. Gyógyítsál meg testvére, mondjál be nekem egy szurit, vagy valamit, ilyen gyógyító cuccokat, légy szíves. Köszi, orvosság. Megveszem biztosan. Köszi, beszi. Jó. Na, akkor a küldetés... A kövi... Azt mondja, hogy... Sehol se látom komolyabb. Egybe folynak itt a jelek. Hoppá! Itt van egy küldetés, Sophia emlék. És ó, és itt meg van egy izé. Ilyen emlékünk is. Akkor kéne először nekünk egy kút. Egy fast travel. És komolyan itt van kút. Poklok faszába. Lehet lenne itt kút, csak hát, hogy ének, hogy nincs maga. Tohogy. Na mindegy, akkor ide kell jönnünk. Mégis közelebb van, mint... Itt egész dolog. De oda már át tudunk utazni. Ta-da-da! Fú, totál ki vagyok készülve kávé nélkül, ez kurvára nem jó így. Megcsinálok egy zacos kávét magamnak amúgy. Foszfor. Foszforális. Foszforálisan szexuális. Az a csávó még mindig nem tudom, mi a gecit csinálhatnám úgy. Mi az, hogy is? Miért nem tudom megöletni? Mit kell vele csinálni? Mert előbb megöltem és semmi nem történt. Ezio nem ölt polgárokat. Értem én. Miért van cirka ezt a fejem mögött fölött? Ezio. Da-d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 a. Gyerünk ária, nyomost! Imádom ezt a jó áriát ebben a játékban, legalább a zene jó néha. Ha már egész játék egy rakásszor. Na, ide értünk a kutacskához, azt mondja, hogy... Az, Hagia Sophia. Biztos ide szeretnél utazni? Tutti frutti. Ja, akkor mehetünk befelé. De itt is meg fognak kúrni minket, ahogy bemegyünk amúgy. Vegyes hírek hordozója. Ezio felfedte a templomos hadsereg tartozkodását, de végzett egy ártatlan emberrel az információért. Mondd el Szulajmának a tévedésedet. Úristen. Na baszni. Hirtelen világos lett. Habbacsi, haverom, hogy áldozom a könyvet végettem. Most ezek a szivárok be a topkai palotában észrevétlenül. Gyertek velem? Légy szíves, mert itt el kéne terelni itt a férfi a figyelmét.
azokra még rá se nézzetek, azok ott, ezek szembe itt, jó? Lányok. Azokat vigyétek el szépen magatokkal valahova. Nagyon sziasztok, bácsik! Észre se vettek. A lányok itt elterelik a figyelmet, azaz, nagyon jó, és akkor most tovább. Gyertek. Úristen, baj van. Szépen lassan, odaérünk. De milyen jó, hogy nekem állna be, hogy ide szivárognom. Fel kell bérelnem ezeket is, mert leszakadtak rólam. Vagy elvitték őket. És jó, 150 aranyér. Megint át kell mennünk itt a biztonsági szervezeten. Ti is már kidobók vagytok. Hoztam nektek lányokat, srácok, köszi. És minden út kinyílik, minden kapu kinyílik ilyenkor. Hova a pék faszába kell még bejebb mennem, faszom? A időhúzós kutya fáját. Neki. Gyertek lányok, fussatok gyorsabban picit. Soha nem érünk oda. Ez probléma. Mert ők hárman vannak, mivel csak ketten. Próbálunk a tetőn átmenni. Nem tudom más kitalálni. Na, pont ide kell tenni. Yeah. Megvan, megoldottam. Szevasz, Szulejmán! Tarek was not traitor, Suleiman. Legjobb helyeken vár engem. He too was tracking the Byzantines. What? So did you... I'm sorry. God forgive me. I'm sorry. Should not have been so quick to judge. He was loyal to your grandfather to the end. And through his efforts, we have the means to save your city. Tarek, should not have been so secretive. What a terrible way to do a good thing. The weapons were taken to Cappadocia. Can you get me there? Uh-huh. Yes, of course. Hát hogy ezt tudnál? Én vagyok a Szulejmán. I'll arrange a ship to take you. Suleiman! I have been set up and made to look a traitor. Do you remember Tarek, the Janissary? The man you quarreled with? He has been murdered. It is no secret that he and I were at odds. Now the Janissaries will accuse me of this crime. This is terrible news, uncle. When word gets back to my father, he will banish me from the city. Ah, forgive me, nephew. I was not aware that you had a guest. This is Marcello, one of my European advisors in Kefe. Ah, so Marcello, hogy ne? Marcello, my nephew and I have a private matter to discuss. As I said, there will be a ship waiting for you when you wish to leave. Grazie, mio principe. We will track down the perpetrator of this crime, uncle. Have patience. Marcellito! Na, srácok, én csak egy kávé megdöglök. Ezt én nem bírom. Az a baj, annyira kávé függő vagyok, és konkrétan kurvára senki nem ír a chatbe, úgyhogy elhalszok. Úgyhogy mindjárt csinálunk egy kávét, ezt tegyünk vissza. Jövök vissza, még egy fél óra, háromnegyed órát átnézünk, aztán át tudunk kodozni. Na, gyorsan csinálok egy kávét.
Jelen. Jelen. Hello. Nézve ki érkezett meg. A pálinkásan szexuális rögtönző streamers. Hello. Szia. Hello. Szavasz itt ma ki jó. Legalább lesz itt ember, aki beszélgetni fog velem. Elbaszódott a kávéfőzőm, és úgy rájöttem, eddig nem kávéztam, de rájöttem, hogy van otthon ilyen zacos kávé. Úgyhogy most csináltam magamnak zacos kávét, hát kurva szar illata van, mert amúgy ez ilyen bio kávé, hát meglássuk, milyen íze lesz. De jobb, mint a semmi. El van indítva a felvétel. Azaz, de legalább van, de legalább valamit iszok, mert kávé hiányba szenvedek. Most ezért fog kellene vennem egy kibaszott kávégépet, érted? Mert elkúródott a Dolce Gustós. Fölösleges kiadások. De... Így kezdjük el a dolgot, felfedeztek. Lemaradtál oltári bugról, amivel belefutottam. Nem tudtam játszani a játékkal, mert megöltem egy ember benne, és kifagyott a játék, úgyhogy itt ilyen óriási dolgok történt. Most megint úgy kell elmennem innen, hogy ne vegyenek észre. Örülök. Ennyi. Istenem, de utálok ilyet, te miért? Miért kell mindig sunyulni, komolyan? Már főfogadjuk ezeket a jányokat szerintem itt egy útra. Ne állj le! Gyere velem! Meg sem lepődök, te minden játék, de hallod, ez a játék, ez brutálisan bagos, brutálisan bagos. Rengeteg bug van benne, és még így a játék közben is látom. Van olyan, hogy megyek így a utcára, és csak így előteleportál egy ember a semmiből, meg ilyenek történnek ebben a játékban, úgyhogy undorító. Sziasztok! Bazd meg! És a harmadik meg... Ne, nem hiszem el! Hát nem hiszem el! Kurva anyát, hagyjál békén. Istenem, miért van mindenhol enemy, geci? Alig várom, hogy ennek a játéknak vége legyen. Hát ez a legrosszabb Assassin's Creed, ami kijött eddig. Vagyis amivel most még játszottunk, ez a negyedik része. Szavasz Arkangyal, hello? Hát ez katasztrófa ez a játék. Ne. Ne menjetek el, ne! Baszki. Ne. Rögtön lecsapultak kettő ribancot, nézd meg! Jó, most jön szemben van a másik kettő, az megint lecsapult kettő, nem, az eltérnek. Jó. Itt most fölbíráljuk a többit, szépen kimegyünk egyenesen az a rajtón. Oké? Vettük? Vagy lemegyünk jobbra? Jeltek velem, jányok! Mindjárt látok hányok, baszki, de hát... Millióba kerül nekem az, hogy végigvegyek egy kibaszott... Oké? Megint ketten maradtak, hát ezt nem hiszem el. Jaj, ne! De miért egyszerre kettőt szop le rólam? A játék? Jaj, érjünk már ki, úgyhogy ne vegyenek észre, könyörgök.
Nem, 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 nem. Oh. Istenem. Megvan. És nem öltünk meg senkit oda nézni. 100% a szín. Szerintem ez az első. Amúgy ez totálisan tudatlan volt, mert nem is tudtam, hogy ez a szinkronizáció lényege. Nyújtunk utána, de semmi. Oké, akkor itt nem ugrok fel. Ezt mondta a csávok, hogy ezt hallottam? Kapós akari bancok, baszki. Azonnal mennek a csávóra. Milyen fura lenne, hogyha való életben is így lenne, nem? Mennénk így a utcán, és így... Képzeljétek el, mennétek a utcán. És így ilyen társaság csaj. Így... vonaglana, érted? Nyomatnák a dance-et. Oda menni? Hallod, cica? Gyertek velem. Ennyi. Sokkal könnyebb lenne, nem? Ne. Habár most már észre lesz, most már leszarom. Itt is van a feladat. No! Jaj. Enjoying the poem? Who are these men he condemned? Leüt ma az ad szerintetek? Political opponents. Men who wronged him. Alighieri's quill cuts deeply. Szerintem ez az életem első bio kávéja. It is a subtle way to seek revenge. Hogy lehet egy kávé bio? Ezio, I plan to make a trip to Andrianopoli in a few weeks to visit a new printing press there. That should be fun. Fú, de szarizámat. Úristen, csak beraktam a nyelvem. And I will need a mask. Prego. Oh, I'm sorry. You are a busy man. Sofia, de már igazán fölvehetné valami szexuális ruhát, még szexuálisabbat, és intézkedhetnénk amúgy. Már egész játék óta szenvedek. Well, I can try to solve this last code now, but I need to run an errand before sundown. Hát, hogy kéne neked elintézni valamit? Neked mindig el kell intézni valamit. It is silly, but a bouquet of fresh flowers. Srácok, tudjátok, hogy megszopattam magam? I can get you the rendeltem mini HDMI kábelt a GoPro-hoz. Sure? Hogy meg tudjam csinálni a LEGO streamet. Amúgy lehet a LEGO streamből megint nem lesz semmi. Mert már a faszom ki van vele. Rendeltem mini HDMI, teszem. És megjött máma a mini HDMI kábel, nyitom ki, nézem a GoPro-t, geci. És nem mini HDMI megy bele, hanem mikro HDMI. Jó, hogy nincsen 180 fajta geci HDMI, érted? Mikro HDMI. Ilyen pici fasz. Aszom ki van. Tehát, hogyan ezt szerezzünk Sofiának fehér tulipán? Sofia, ez teljesen kihasznál minket a játék eleje óta. Szerezzük meg neki a elrabolt festményt. Szerezzük meg neki a csomagját, ami elkallódott út közben. De én esküszöm nem tudtam, hogy van. Akkor már csak egy mini mikro átalakító kell. Hát akkor már ennyi erővel rendelhetek egy mikro HDMI kábelt is. Fölbaszódok és kirakom saját magam. Azt a kurva legót bazd meg. Komolyan. Vagy így is saját magam raktam volna ki csak streambe. Jó, hogy nem kell elmenni Olaszországba fehér tulipánért. 200 kilométereket. És még alkoholom sincs, hogy abba folytsam a bánatom, érted? Ez itt a legnagyobb probléma lehet. Hanem ilyen büdös biokávékot kell innom. Ez a csáv is ugyanígy néz ki. Hát a virágárus, a képtolvaj, a assassin,
a mindenki ugyanígy néz ki, mint ez a csávó. What do you need, dostum? Tulips. White. Tulips. White, okay? Tulips. Tulips. Forgive me, but I am fresh out. Something else, perhaps. Mi az, hogy kipocsitál? Unfortunately. All right. Listen, I may know where to get fresh tulips. You wait here, and I will return. 1 hour, 2 at most. Srácok, volt már olyan veletek, hogy bementetek egy boltba, kövesd a virágárust, felvedd, aha. Volt már olyan veletek valahogy, bementetek egy boltba, bazd meg, és azt mondtátok el elárusítónak, hogy figyelj ide, kér nekem valami, nem mit tudom én, bármi. Azt mondja a csávó, baszki, bosi, de elfogyott. De várj egy 2 órát a boltomban, majd mindjárt jövök és hozok. Azért ez durva, nem? Valami nagy rapidációk vannak itt. Milyen volt a tegnapi vovozás? Mennyi katona jön. De most izé vagyok. Most észrevehetnek. Ne nyújtsd a markod. Nekem sincs. Engedjél már te ribant! Te már fordulj el, hát nem lát. Istenem. Hallod? Tudtam... Jaj Istenem, olyan leszúrtam. Meg kell kidobni ezt a kurva pénzt. Y-nal. Szia Petra, hello! Szia, hello! Velünk volt a budai ska melletti borki... Várj, most erre kíváncsi vagyok lenni. Velünk volt budai szkál melletti borkimérésben nagyobb tételben vettünk volna vörös bort. Koleszos bulira. Mondta, csak fehér van, de egy öröm lesz vörös is. Na nem ott vettük meg. Skála. De várjál, de elment volna a csáó és azt mondta volna nektek, hogy várjatok itt a boltban, hogy mindjárt hozok vörös bort, hogy mi a fasz? Na, fasza, alig várom, hogy mi vovozzunk. Remélem, jó lesz. René, te nem nyomod a vovot? Amúgy tudjátok, mennyi ilyen fehér tulipán mellett mentünk el? De, ja, hogy ez a fehér? Oké, sem. Ja, hogy mondta, hogy jöjjünk vissza. Na jó, de kimondottan olyan érted, hogy a eladó elmegy a boltjából, és azt mondja, hogy majd 2 óra... Lehet, hogy 1 vagy 2 óra múlva visszajövök. Mi a helyzet, Petra? Hogyan vagyunk? Ma is becsatizol hozzám kodozni? Ma is megcsináljuk keményen a napi küldiket. Ja, hogy te már lejöttél róla. Az igen. És hogyan sikerült alkalmaznod ezt a elvonót, Rani? Nem néztem meg tényleg a Guild of Wars 2-t, geci. Tudtam, hogy valamit elfelejtettem. Dugóba arra szólsz? Még időd van. Petrám, úgyhogy még no stressz. Én velem kurva sokszor előfordul a srácok. Nem tudom, hogy veletek. Biztos, hogy van ilyen. Oké. Okay. Szóval biztos van veletek is olyan, hogy... mit tudom én, ülsz a ágyon, vagy fekszel a ágyon, vagy a gaucson, vagy bárhol. És eszedbe jut valami, hogy na odaülök a géphez és megnézem. Bazd meg, amire fölállok a ágyból, ideülök a géphez, elfelejtem mit akartam. Volt már veletek ilyen? Hát ez, és ez olyan szar érzés, hogy elkezdett gondolkozni, hogy most mi a faszt akartál. Vagy akár fogod a telefont a kezedbe. 180 millió gondolat fut a fejedbe, érted? 190 ezer max szál fut a fejedbe.
proci hűtés megy minden. Csinálsz valamit a telefonon, mit tudom én, Google hírolvasás akármi, és de közben eszedbe jut valami, és amire oda jutnál, hogy kikeresed, megint elfelejtettem. Mi az a Covington? Mi az a Covington? Nem tudom, mi az. Nekem csak ilyen van, kimegyek a konyhába, amire oda elfelejtem, hogy mi a francia. Ah, nem teszed, ez szörny, és ez mitől van amúgy? Öregszünk, vagy mi a faszér van ez? Vagy tényleg annyi gondolatszál fut a fejedbe, hogy kitörli a agyad azt a memória gyógyszert. Na, azt kérem még. Na most visszavisszük Szofiához, hogy a picsába hívják a tulipányait. Belédöföm a segjukába. És már tényleg legyen ebből valami. Oda néz, vár minket a szőnyegen piknikke. Na, egy pit már biztos, hogy izé szexualizálás lesz. What is this? A gift. Én nem öregszem, csak XP-t gyűjtök. Ez egy szép mondat. Ez egy szép mondat. Che belli, grazie. Zoli miatt függött vissza nyitva ki a WoW-ra, úgyhogy a Zoli még egy percet nem játszott a WoW-ba. Volt egy kiegészítő, a pandás, ami nem annyira jött be, és leszoktam. Wow, az úgy akkor gyorsabb. You are a mystery, Ezio Auditore. Mi dispiace. Túl sok info omlik ránk, szelektál az agyunkat is, amit nem kéne. Igen, igen. Fascinante. És amúgy így van ez a alvással is, mert ugye szokták mondani azt, hogy az ember általában akkor álmodik, amikor már éppen kelne föl. Ilyen reggeli időkben, de amúgy ez nem igaz. Mert ember az így éjszaka folyamán is álmodik. Ezt hívják REM alvásnak, amikor a agyad elkezdi szelektálni azokat a dolgokat belül, amikre már nincs szükség, és ilyenkor a szemed így totál így mozog, mint hogyha valami számítógépek lennénk, és így akkor szelektál a agyad, és amikor kiszelektálja ezt a sok szarságot, ami nem kell már a agyba, hogy legyen memória, akkor annak a végterméke álom. És akkor így jöhetnek ilyen álmok, például hajnali kettőkor is, bármikor, szóval nem feltétlenül van az, hogy te mielőtt kelnél föl reggel 7-kor például mész melóba, és 7-kor kéne szólni a ébresztődek, és te 7 előtt 2 perce például álmodsz valamit, és fölkelsz rá. Igen, igen, igen. Itt jön elő a szellemi fáradtság, amiről mi már egyszer beszéltünk amúgy. Hát biztos, abban is lehet valami. Már kivesztük a bankból a pénzt, hogyha már itt vagyunk. Így kell megérkezni a bankba amúgy. Szavasz haveron, figyelj, mennyi pénz van a számlában. 14 ezer? Ad ide, testvérem. Köszi, köszi! 430 li... Bazd meg, vár itt a kút, ma mindjárt utazunk egyet. De. Melyik kúton a legközelebb? Talán az a legalsó. Képzeljétek el, tegnap néztem Narutót. És olyan részek vannak a Narutóba, a Shippuden-ba, pedig én végignéztem a Shippuden-t kétszer, és olyan részt találtam a Shippuden-ba, amit nem láttam. Ez hogy? Baszki! Valószínűleg az a baj, hogy ugye a Naruto-ban sok ilyen filler rész van, és volt olyan, szerintem én régen úgy néztem a Shippuden-t végig, hogy azt csinálják ezek a buzik, baszki, hogy van egy kurva izgalmas szál, amit elkezdenek, de aztán megszakítsák, és akkor mit tudom én, például, mondok egy példát, Naruto edzésen vesz részt, erősebb lesz, blablabla, bla, bla. Várod, hogy mi lesz a végeredmény, nem? És elküldik őtet küldetésre. Megszakítsák, és elkezdődik egy küldetéssorozat, ami fullalmas. Na és én lehet, hogy ezt kihagytam, akkor, amikor néztem ezt a dolgot. És ezért nem emlékszek rá. Vagy elfelejtettem, így van, Petra. Azzal is könnyen meg lehet. Ezért fontos, hogy remalvás hossza, mert akkor törlöd úgymond a lomtárat. Aha. És én ezt azóta tudom, hogy mi ez a remalvás, amióta Apple Watch-on van amúgy.
Mert ugye az írja ki, hogy mennyi REM alvás, mert azt hiszem a Samsung telefonok nem REM alvásnak hívják ezt. És hát így írta a óra, hogy REM alvás, meg a telefon is írta, mondom, hát utána keresek már, mi a faszom az REM alvás, aztán ott olvassam ezt a dolgot. I'm sorry. Úgyhogy legalább tanultam valamit. Hogy dobálja a tüzet a bácsi? Na, ígyük ezt a biokávét. Fúj, fúj, fúj. Igen, 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 azaz. A gyors szemmozgás. Mennyi átlagos REM alvás? Na várjál. Tegnap éjszaka 5 óra 37 percet aludtam. 23 óra 04 perckor feküdtem le. 3 perc ébrenlét, REM alvás 1 óra 23 perc, felületes 3 óra 4 perc és mély 1 óra 10. Ezek a statisztikai adataim. És még a légzés számot is meg tudom mondani, hogy percenként mennyit lélegzek éjszaka. Beszarsz mi? Mindent is meg tudok mondani. Hogy mennyit csökkent a csukló hőmérsékleten, még azt is meg tudom mondani. Olyan adatok vannak, hogy én is összeszartam magam. Moment. Hogy érted, Ranil? Há, az képes, hogy ez... Ja, hogy a Rapide E-re írtad ezt a momentet? Hát igen, az képes, hogy szétalkoholiz... Rapide E-moment, aha. Moment. Igen, az képes, hogy szétalkoholizáltam magunkat, igen. Hát de fáradt vagyok már ilyen, olyankor, úgyhogy... Meg hát későn is feküdtem le, este 11-kor. Az képes, hogy ilyen 4-5-5-kor keltem. Hát máma elaludtam. Azért aludtam ennyit, mert én 5-re járok dolgozni, és 4 óra 45 perckor keltem föl máma, bazd meg. 4 óra 45 perckor. Úgy, hogy 4-14-kor csörgött a telefon is, meg a óra is. Hát véletlenül nem szundit nyomtam, hanem kikapcsoltam a ébresztőt. Fogalmam sincs hogyan, de csak 2 percet késtem a melóból. De fogalmam sincs hogyan, de... Még szerencsére közel van a meló. Szevasz Markito, hello, hello. Hello. Valamelyik ablakon kell bemászni? Aha, szerintem igen. Vagy nem. Nem itt. Az a 2 perc késés, az nem számít. Feltaláltam, bizony, jó lenne. Hát... azért az picit az a fura, hogy ugye amikor rendes időben fölkelek, mondjuk ilyen 4 óra 14 perc, úgy csináltam még kávét, meg hát én nekem a fölkelés az nagyon nehezen megy, amikor időben fölkelek, mert már még tudom, hogy van időm. Kiülök a ágy szélire, haldoklok még egyet, még amíg felhúzom az oknyaimat, az ilyen 10 perc, meg ilyenek, úgyhogy én totál ilyen összeesek, amikor még fölkelek, undorító. Na de most, amikor én megláttam reggel, hogy 4 óra 44 perc, amikor fölkeltem, mint a kengyelfutó gyalogkakuk. Ki a fürdőbe! Fogtam valami lófaszt, rákentem így a hajamra, egy ilyen keléssel, így megállt, egy kis hajlak.
be autóba, cigi a számba, és mentem. Kit, turbófokozat, és ott is voltam belőle. Hogy kerültem én ide, kérdés szokott a bűtesség? Nani? Itt most nem lenne jó leugrani. Te sám. Szóval picit máshogy, jéjjj, picit máshogy abban nézett ki a reggel, mint szokott. Szerinted meg tudom fogni ezt a ablakot, hogyha innen leengedem magam? Vagy le... igen. Nagyon jó. Hát, volt olyan baszki, amikor unokatesómmal picit... Ez egy szombati nap volt, akkor már ilyen egy éve dolgozhattam a munkahelyemen. Szombati nap, hát unokatesóm följött, hogy nem iszunk. Akkor is a Jack Daniels volt a hibás. Akkor előkerült egy literes Jack Daniels és egy fél literes Jack Daniels este. Hát ketten unokatesómmal megittük a másfél liter Jack Daniels úgy, hogy még hajnali egykor ittam, és ötre mentem dolgozni. Vagy ki még hajnali kettőkor is itta, nem tudom. Na azt! Úristen! Akkor volt életemben először, hogy úgy mentem be munkába, hogy fullba voltam baszva. De full reggel. És mindig ugyanaz a munkahelyem. Hát simán kibaszhattak volna akkor amúgy. De úgy, hogy ugye reggel 5-kor kellett volna mennem dolgozni, hát 3-4-6-kor én még sehol sem voltam, úgy hívott a főnök, hogy hol vagy. Hát, oké, mindjárt ott vagyok. Full bebaszva. Aztán ott megfogadtam, hogy ilyet többet életre nem csinálok. Hát jó volt a partina. Meg hogyha elkap a húzat, akkor nehéz megállni. Pám, 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 pám. Mutasd már izét, hogy hova kell mennem, baszki. Várj, beállunk a ribik közé. Oké, ez még 150 lépés. Külön montást lehetett csinálni arról, hogy mennyi bugom volt csak ebbe a játékba. Ha valaki visszanézni a egész streamet, hogy milyen teleportok vannak, ahogy Markito mondja, de itt a játékba, hogy így megyek egyszer, csak így a hordó megjelenik egy ember. Meg ilyen dolgok történnek. Egy egész montást is lehetne rakni ebből. Obá Martina. Srácok, most így, hogy elkezdtem a Chabellát énekelni, valaki látta a japán vagy kínai verzióját annak a sorozatnak? Lehet, hogy ezt már egyszer beszéltük. Memória bajok vannak, ezt is kibeszéltük előbb, úgyhogy lehet, hogy ezt már egyszer beszéltük. Mert azt hiszem, a Netflixen ez már kijött, nem? Kegyetlen ez a biokávé. Ahoy, holika! Ahoy! Hello, baby! Mi a helyzet? Amúgy milyen közel laksz Győrhöz? Markito? Ezt jól betaláltad. Győrhöz ilyen 40 kilométerre talán? Azt hiszem, ilyen 40 kilométer. Győr közel van hozzám. Szoktam átjárni Győrbe sokat. Keresd a... Mit csinálsz? Még egy bébés élő indulznak magtól. Úristen! Na, az tiszta fasza. Akkor az nincs is van messze, mint a többiektől. Szegény Dávidékhoz képest meg izéhez vagyok ilyen 500 kilométerekre. Mi a bajod a bébüzése, kolikám? Beindít? Beizgat? Holi, amúgy én kedveskedtem neked, de megvárom még a válaszodat, aztán izé. Én a... Rühelled? Komolyan?
Én az összes barátnőmet bébinek szoktam hívni. Én imádom így szólítani a asszonyt. Tiszta szexuális szerintem. Ha még ezek az acskók itt? Micsoda? Dehogy is ezek ilyen fasságok. A kedvesért nem kaptad, hát? Jó, most látom, hogy ez a bébi is tiltott szó. Tudom, hogy szereted a macskákat, Holly. Nézd meg, mennyi cica van itt. Hát ott is van egy cica bal oldalt, jobb oldalt is van egy cice. Mindenhol van cice. Szlovákiában jobban lehet keresni? Már mint pénzt? Jó, de ha nem tudsz szlovákul, akkor az ugye... Ha nem tudsz szlovákul, akkor azt ugye elég nehéz lesz szerintem így. Jaj, nem már megint ez az idő, lófasz! Köszi. Ezt elbasztuk, semmi baj. Találd meg a kulcsot, hogy érintkezné a vízzel. A cicus meg a hasonló becenevet szeretem. Hát a cicus az meg annyira nekem nem jön a számra amúgy. Ja, hogy ott volt a kulcs. Oda kell... Baszd meg, én meg ráugrottam, semmi baj, semmi baj. Ez a szokásos fasságaim egyike. A szokásos fasságaim egyikét láttátok, hello. Rendben, vigyázz a dugóba, Petra. Semmi dugulás aztán. Egy millió szó. Az soha nem jó. És hogy mész haza? Menjél már! Baszok, ennyit kell csinálni, most komolyan. És Markító, mennyit keresel most magyarba például? Mondok akkor neked egy viszonyítási alapot, hogy én mennyit keresek. Minden páromnak főleg picúrva szívem vagy édesemre szoktam. Nekem ezt még életemben nem mondták egyiket se. Te fasz! Te geci! hát hogy mennyit lehet, csak azt tudom mondani, mert szabadúszó vagyok. Ja, értem, hát akkor mennyit lehet? Hát nálunk ilyen, hogyan mondjam, egy ilyen közép fizetés egy ilyen munkásnak az egy ilyen 900 euró amúgy. Így euróba. De egy ilyen mondjuk ilyen Tesco-s kirakodó például, az mennyit keres? Jó, ilyen üzletében több műszak van, mert ott van reggel is, és meg délutános is, de hát az nem számítom úgy. Ilyen 200 000 forint. Várj, mert időre megyek. Azt mondjátok, hogy nekem Európa mennyi? Nem tudom, merre kell venni, az a baj. Szerintem elbasztam. Azt tudom, hova kéne mennem. Na mindegy, újra húzzuk. Nézzek körbe, hogy merre, erre nem lehet. Igen, erre, hogyha följövök. És akkor így erre. Aha, jó, megvan a út.
Micsoda? 465 euró? Hát ez kurva kevés. Azt a kurva életbe. És az képesen látok, nem is olcsóbb a kaja például. Mert szoktam én is átjárni Győrbe bevásárolni, hát bevásárolni, nem kimondottam bevásárolni, de hogyha ott vagyok, akkor szoktam venni olyan terméket, amik például nálunk nincsenek. És én azt vettem észre, hogy egyáltalán nem olcsóbbak a élelmiszerek nálam, mint nálunk például. És ahhoz képest ez a 465 euró, ez kurva kevés. Jó, én kapok ilyen 900 eurót, de az se sok, de azért a 465 az szerintem kurva kevés. Hát abból meg éni, bazd meg. Ebben a kurva világban, amikor egy elbasztam. Faszom! Amikor egy tojás kerül 7 euróba, 30 tojás, érted? 7 euró 30 tojás, bazd meg. Csoda. 900 eurós fizetése van Dávidnak. Ne basszatok föl. Aha. Jó, amúgy a minimálbér, az nálunk is valahogy így van. Megyünk, bazd meg. Hol megyünk? Nem erre. Faszom! Ezt teljesen elbasztam. Ezt teljesen el... nem? Öcsém, nem basztam el. Kurva jó. Hát igen. Hát én ezen most kurvára meglepődtem. Hát hogy ne lenne gyenge pénz az márkétó, az kurva kevés. Találkozom pázis dolgokat, ami időre megy. Mindjárt olvasok. Ez most ha vágom olyan, hogy beleakadtam a... Hát ezt nem hiszem el. Hát ezt komolyan nem hiszem el, bazd meg. Siessé! Még lehet lesz időnk ugrizani egyet. De... Kiégek, geci, kiégek ettől a játéktól, komolyan. Egy portás, aki a kamerát nézi éjszakában, meg átveszi a kamerákat, stb. Az keres olyan... Bassza meg. Az undorító pénz.
Hiába nyomott föl, hát eddig sem tudtam átugrani, még úgyse. Fasz. Istenem, most mehetek vissza, mi? Aha. Nagyon jó. Én Sziászban voltam díszletgyár. A hang ezt lakatos, 140-et keresnünk, elmentem és rá két évre emelték 200-en, a folyamatos ember hiány volt. Azok durva összegek, srácok. Ajaj. Junior 30 évesen. Hát igen, és sajnos az ember belekényszerül, hogyha például nincsen más munkája, és hogyha tényleg valamit el kell venni dolgozni, és tényleg belekényszerülsz abba, hogy kurva kevés pénzért dolgozzák, kurva sokat. És ez undorító. Ugord át, légy szíves, ez szart! És csak úgy tudtam beugrani, hogy megnyomtam, megfogtam B-vel azt a szart. Hát, hogy én keresnék 700 eurót, akkor baszhattál meg egészet, amúgy vették a híd alá. Picit túlköltegeztem magam, amikor ezt a egész dolgot itt kialakítottam magam körül. Hova megyünk most? Azt mondja, hogy menjek fölfelé. Felfelé, felfelé. Nálunk is elég változó a fizetés, vezeték, pozitív vezetés 706. Hát azért ott van ugrás, 730-tól 4880-ig. Az a nyámot. Négyezer eurót keresnék havonta. Hát új életet kezdenék komolyabb. Minden nap kurvázni járnék. Úristen. Ez kurva sok pénz. Mi mindig fölfelé kell jönni. De mi a fasz? De most hova? Nem lehet egyszerűen kimenni innen, bazd meg. Istenem, ez a játék. Tudja, nem erre kellett jönni. Már itt volt ugye az a here, ami így lelógott, amivel így tovább futottam, jöttem. Most valahogy arra szarra kéne rámennünk szerintem. Oké? Okay. Ez nem gyűjt be. Markito, én 4000 euróért egész nap szopnék amúgy. Esküszöm. Hát bánék kurvának is havi 4000 euróért. Bármit. Előbb próbáltam fölfutni ezzel a falon, nem sikerült, semmi baj. Na, szerintem most már megtaláltuk irányt.
Izzad a szikla. Barara, turimu, szárime. Kincses láda. Az. Vagy minden interaktálunk. Tapadó tasakocska. Na! Interaction! Fú, hát ezt a bio kávé, geci, úgy baszom ki, mint a... Ah, fúj! Kaptunk ilyen karácsonyi csomagot a cégbe, abban volt benne amúgy. Na! Még meg csinálunk egy küldetés, srácok, aztán húzok kodozni. Nem tudom, mennyi lehet még a játékból hátra. Vagy előre. A szemembe viszket. De még holnap pont streamnyire marad annyi. Annyi, hogy még kodozni is fogunk holnap is. És még lehet, hogy pénteken is lesz stream, most egész szeret véghúzom, srácok, ez most ilyen durva fog menni, baszki, akkor vegyétek azt, hogy mióta van stream? Péntek, szombat, vasárnap, hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek, szombat, vasárnap. 10 napot egymás után stream, milyen hülye vagy. Olvastam a képviselőbért, Holi, csak hangosan nem olvastam be. Az is érdekes, az is érdekes. 200-tól 7000-ig. Pam 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 pam. Au. Rippi rippi. Ez egy assassin? Nani? Neked mi a baj a testrészem? Jocsarőj, ne küldetést adjál! Please help! Find the man who did this to me! Ez a csávó ugyanúgy néz ki, mint a előbbi tulipán árus, no, hogy bassza meg. Hát ez... There is no time! The man who did this... He is looking for my wife and my daughter. If he finds them... God knows what he will do. If you vow you'll touch this Arkadeshim, every time it touch, do not let that monster harm my family. A bosszú álló. Ez az ember rettenesen szenved egy gonosz ember miatt, aki most a családját vett. Hallott, a testrészem nem érek rá, bocsi. Majd legközelebb. De minek kell ez loading képernyő, hogy elutasítok egy küldetést, most komolyan kérdem. Szóval 7000, majdnem meg tudnám venni ezt a múlt. Hát Holikám, hogy teljesítettél? Hogy teljesítettél? Csak. De azért ez csak ott van, imádlak ám. Hát 1200 és a 4000 között nagyon-nagyon sok különbség van, Holi. Hát elhiszem.
ember ugye beállítsa magát egy szisztémre és egy hogyan mondjam. They say he screams in his sleep, calling out for his father. Nincs a válaszok a fejembe, baszki. A boss, what a miserable man. Beállítsa magát egy életszínvonalra, amit tud tartani minden hónapban, és hogyha tényleg kiesik ennyi pénz, azért sokat számíthat. Az a ember, aki ott ül, nem aki meg akar ijeszteni, az aki ott ül, bazd meg, az elő volt a virágárus, és elő volt az a csáv, aki ott feküdt, akinek nem segítettünk. Csak mondom. Many thanks. What brings you here, old man? Ajjajjaj, hát igen, ezek elég nagy problémák itt, Maki. Jó, testrészen. De hát mit tudok tenni? Mennyi nyugodtan. Amire mi oda jutunk, hogy vavazzunk, addig meg is fogod unni megint. Na, itt a virágárus. And unlike Al-Mu'alim or Altair, he never betrayed us. Nonsense. Altair was no traitor. He was driven out. Unjustly. Vigyázzál, mert Holly ad neked. Is it you? I heard the rumors, but I did not believe. Nagyon helyes, nagyon helyes. Remélem, hogy engem is ennyire beszippad. Amúgy... Amúgy csak azért lesz stream, mert valaki visszaír Discordon, csak mondom. Ha nem írtatok volna, hogy vissza a Discordon, akkor leszartam volna. Akkor nem streamelek. So, where do I begin? With us. Nyitmakhívó alkoholra áll készen 24-0-24-be. Kinyitnád a nyitmakhívón a hűtőt, csak izé van ott. Jack Daniels így egymás után mindenhol. Ez főső polc, alsó polc, mindenhol. Altair visszatér Masyafba, közel 2 évtizedes önként felvállalt. Számüzetése után gyűjts szövetségeseket is végez Abbasszal. Na, még gyorsan, akkor megcsinálják ezt a küldit, és zúzunk. Has anyone raised his blade against an innocent? Alas, yes. Tojás helyett is Jack van. Lassan egy fél liter Jack Daniels öcső. Hello. Szia, baby. Ott aztán az igen, oda néz, hogy áll az. Hol vagy? Azt akartam mondani, hogy lassan olcsóbb a Jack Daniels, bazd meg a fél liter Jack Daniels, mint 30 tojás. Nonsense amúgy. Tudok, van dupla pengém. Torokszúrás! Támadás! Pikachu, téged választolok! Istenem, olyan jó lenne, hogyha lenne Nintendo Switch-em, és tudnám játszani nektek a kurva Pokémon, bassza meg. Faszom. Hogy állnak ezek a szoknyák? Úristen. Imádtam azt a Pokémon játékot, kibaszott Nintendo Switch-en amúgy. Ez a max sebesség, amivel tudok közlekedni. Tessék. Mi van? Miről maradtam le, srácok? Welcome. Mi van a jobb felemme? Jó van, virágárus. Nyugodjál meg. Atana, ezek a csávonok lehetett látni a kurva izét. Bügyülliszit. De fussál már! Nothing. You pathetic miser. Follow me to the castle and spill no blood. És most megöltünk még egy virágárus, csak mondom. Hát én ezt összefugyozom magam. Itt mindenki virágárus. Csóri papi már egyszerűen nem bírja a futást, nézze, liheg. Ki van készül, akkor hogyan fog ide fölmászni? Aha, köhögök is közben. Ja, én már nem mászok, én már túl öreg vagyok hozzá, majd én fősétálok. De a sétálástól is okádok.
Ja. Hát... néha átkő váltani balkézés, akkor egyenletes maradt. Altair! 2 decades have passed since we last saw you within these walls. Hát, és picit meg is öregettem, haverom. Mindenki köpöm a tüdőm, semmi baj. De azért még ki tudok írni. Now more than ever. De nem téged nyírlak ki most. Csak olyan vagyok, mint Darth Vader, geci. Kill him now! Másik virágárus. You fools! He has bewitched you. Our mentor has returned. Mindjárt leveszem almát, megbaszódok mindenki. Még szép. I fight for you. For the order. Szórakoztok velem, kis köcsögök! Welcome back, mentor. Én csak felemelem a kezem, bazd ki, mindenki meghalt. Together for victory. No. Tudjátok, kivel szórakoztok, gecik? Welcome back, mentor. Nagyon helyes, hogy itt tisztelesz nekem. Tell your men to stand down. No, I am defending Mercia. Ezek is sikertesók, nézd meg, két tojás. You corrupted everything we stand for and lost everything we gained. Ubisoftnál nem sokat szórakoztak azon, hogy minden, hogy máshogyan nézzenek ki. Főleg ezek emberek, akiket állandóan látunk, érted? You have wasted your life staring into that apple, dreaming of your own glory. That is true, Abbas. I learned many things from the apple, of life and death, of the past and the future. Let me show you. Hogy hívják azt a fekete srácot, aki ezt csinálja, srácok? Kobe vagy? Ki a faszom? Ennyike. Lőttem egyet. És akkor most én is nyitva ki jó ezt. I can never forgive you, Altair. Itt Makió megaszonta. The lies you told about my family, my father, the humiliation I suffered. They were not lies, Abbas. I was 10 years old when your father came to see me. He was in tears, begging to be forgiven for betraying my family. Then he cut his own throat. I watched his life ebb away at my feet. I will never forget that image. No! No! But he was not a coward, Abbas. He reclaimed his honor. I hope there is another life after this one. Then I will see him and know the truth of his final days. And when Amen, it is your Dolores. Time, we will find you. And then there will be no doubts. Holly, mi történt veled? Jó a fantáziád, vagy mi a Isten történik Hollyval? An old man, and still he fought to hold our brotherhood together. I would have called him stubborn in my youth, but now I can only admire his courage. The assassins were his life, from beginning to end. Chillibiznek a égetett CD-k, nézd meg, a vizék rajta vannak a Pandora pornó filmjei. Na várjál, azt mondja, hogy itt befejezzük, srácok, a Assassin's Creed-et, és megint ugyanazt mondja, hogy csinálj, elbúcsúzunk a YouTube-os voda nézőktől. Majd holnap láthassátok ezt YouTube-on, ezt a vidinyót. És mi meg átfutunk kodozni. De majd azt a vidinyót is majd lehet látni YouTube-on. De már így is el vagyok maradva amúgy pár volt feltöltésével. És
hogyha nekem ez a streamelés totálisan kitesz egy munkát. De azt rá. Holnap befejezzük a játékot, már mindenki. Már nincs sok a játékból. Hoppá, hol a fejem? Hello! Szóval innen kilépünk. Kilépés a Windowsba. Jó, megint átírjuk itt a címeket, meg a játék kategóriát, minden ilyesmit. És zúzunk kodozni. Azt mondja, hogy... Kodi. Azt mondja, hogy Strea Manager. Edit Strea Info. Mivel fogsz játszani, bazd meg? Call of Duty. Így van. Modern Warfare 2. Várja. Mindegyik videót lehet látni YouTube-on, kivéve, ha nem indítjuk el a felvételt. Így van, vártok ezt a modnézőknek, ha nem kell látni. Hello.